Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket ezen az augusztus elejé közép haladó elvonuláson, és köszönöm Szunimnak a megtisztelő lehetőséget, hogy Dharma bevezetőt mondhatok. Egy zen templomban ülünk mindannyian, és egy zen templomban illik megkérdezni, hogyha ide belépsz, hogy mi a zen. A zen semmi más, mint önmagunk megismerése. Hogyha önmagamat meg akarom ismerni, akkor végtelenül egyszerű dolgom van. Csak végig kell magamon nézni. Van kezem, lábam, fejem, testem, mikrofon. Van nevem, munkám, családom, egzisztenciám. Van minden, ami kell. Vannak emberek, akiknek azt szoktuk, vagy akikre azt szoktuk mondani, hogy jól megy a szekerük. Ezek a sikeres emberek, akik bármibe fognak, minden nagyszerűen sikerül. Elindítanak kicsi pénzből egy vállalkozást, és egyre több pénzük lesz. Hozzányúlnak valamihez, és az arannyá változik. Úgy áramlanak, mint a folyóban a víz. Hogyha kudarc éri őket, akkor is felállnak, és tovább mennek. És egyre több, és több, és több, és több lesz. Egyre több, és több, és több sikert halmoznak egyiket a másik után. Vannak ilyen emberek. Mi szükségek arra, hogy megismerjék önmagukat? Semmi. Az az önmaguk, ami történik velük nap, mint nap. Siker, siker hátán. És vannak, akiknek semmi sem sikerül. Bármihez nyúlnak, minden kifolyik a kezükből. Bármit kezdenek, minden kudarcba fullad. Bármilyen nagyszerű ötletük van, egyik a másik után romba dől. Se család, se pénz, se egzisztencia. Még nagyjából a híd alatt sem biztos, hogy van hely, mert kitolja onnan őket egy másik szerencsétlen. Az egyik, aki mindig sikeres, fölösleges, hogy ennél többet tudjon. A másik, akinek soha semmi nem sikerül, egyszerűen nem fog eljutni odáig, hogy megkérdezze azt, hogy van-e ennél valami több vagy jobb. Mert minden pillanatban túl kell élni. És van a kettő között egy középosztály, aki megismeri azt, hogy mi az néha sikeresnek lenni, és mi az néha rettenetesen szenvedni. Aki idáig eljut, megtapasztalja mind a két végletet, talán ő teszi fel azt a kérdést, hogy tényleg ez vagyok? Tényleg ez a test, ez a siker vagy szerencsétlenség, ezek a vágyak, amik bennem vannak, tényleg ennyi az, ami vagyok? És amikor nem kap erre választ, akkor elindul. És amikor elindul, akkor lehet, hogy egyik másik próbálkozás után eljut egy ilyen zen templomba. És itt a zen templomban minden reggel és este elkezdi énekelni a szívszutrát. Avalokitésvara bódhiszatva a nagy meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy igaz természetében az öt szkanda üres. Ennél többre nincs is szükség. De valójában mi ez az öt szkanda? Ez a szem, ami lát, a fül, ami hall, az orr, ami szagol, a száj, ami ízlel, és a kéz, ami tapint és érez. Hogyha megfigyelitek, akkor itt szem, fül, orr, nyelv, itt van fönt. Rengeteg kapu van a fejen, ahonnan lehet érzékelni. És lent az összes többi részen csak egyetlen egy eszköz van, a tapintás. Az ember szeretné megtalálni azt, ami törhetetlen. Azt, amiben bele lehet kapaszkodni. Azt, ami nem jön és nem megy, mert ezek a tapasztalások folyamatosan jönnek és mennek.
éppen esik az eső. Ez önmagában pontosan elég lehetne, de ez még kevés ahhoz, hogy megértsd. Ezek az érzékszervi tapasztalások nem képesek mindenre. Próbálj meg a füleddel ízlelni. Próbálj meg a szemeddel tapintani. És hogyha végigjátszod ezt a kört, akkor rájössz, hogy mindegyik hiányt szenved. Nem képes mindenre. Van egy játék, ha jól tudom a nevét, akkor ez a flipper. Mi a gyerekkorunkban dingbalnak neveztük. És hogyha meghúzod a kart, akkor egy csomó golyó kirepül. És elkezded két karral ezeket a golyókat fenntartani, és folyamatosan ezek, hogyha jól csinálod, akkor állandóan pontokat szerzel velük, fent maradnak ezek a golyók, és az a játék lényege, hogy ezek ne essenek le, hanem folyamatosan csak menjenek, menjenek, megállás nélkül menjenek, menjenek, menjenek. És közben lehet nagyot sikítani, viháncolni, kiabálni, hogy jaj, már megint leesett az összes, és lehet ezt az egészet kezdeni előről. Ezek az érzékszervi örömök. Állandóan működnek megállás nélkül. Állandóan lehet általuk valami részleges tapasztalást szerezni, de csak részlegeset. És amikor mindegyik lepottyan, az olyan, mint amikor az életnek vége van, és valójában semmit nem értettél meg. És kezded előről, és újra játszol az érzékszervekkel, megállás nélkül. Csak hogy ezek különálló dolgok. Azt mondjuk, hogy van szemtudat, fültudat, szaglástudat, orrtudat, tapintástudat. Ezek kicsi tudatok. De ezeknek valamiben lennie kell, ami ezeknél sokkal nagyobb. Valami, ami összetartja őket. Ez maga az a hatalmas szerkezet, az a gép, amiben ezek a golyók gurulnak ide-oda-amoda. Ha nincsen gép, akkor nem gurulnak a golyók sehova. A tudat az, ami ezeket a tapasztalásokat megtartja. De hogy mi ez a tudat, ebben is el kell jutni valahova. És itt van lehetőség arra, hogy megtapasztald azt, vagy megtanuld azt, hogy vannak a tudatnak különböző formái, amiket meg kell tapasztalnod, hogy mi is ez. Van Hinayana buddhizmus, Mahayana buddhizmus és Zen buddhizmus. Itt ebben a pillanatban most erről a háromról szeretnék beszélni. A Hinayana buddhizmus az azt mondja, hogy ha eltűnik a tudat, akkor eltűnik a dharma. Hogyha eltűnik a dharma, akkor eltűnik a név és a forma. Hogyha eltűnik a név és a forma, akkor eltűnnek az ellentétpárok, a jövés és a menés, a születés, a halál, a boldogság, a szomorúság. És ha eltűnnek az ellentétpárok, akkor megjelenik az üresség, ami eredendően ott van. Ezt nevezzük nirvánának. A Mahayana buddhizmus a kis szekér. Az elején úgy kezdtem, hogy ha valakinek jól megy, akkor azt mondjuk, hogy jól megy a szekere. Ez valami másik fajta szekér. Ez az a szekér, ami az érzékszervi tapasztalásokból kihív téged. Azt mondja, hogy hagyd ott most ezeket, és nézd meg, mi van ezen túl. És ezen az úton a név és forma, a jövés és menés, ha ezeket elhagyod, akkor megérkezel az ürességbe. Ez azért kis szekér, mert egyedül kell ezt az utat megjárnod. Senki nem tud
veled együtt menni. Saját magadnak kell ezekhez a tapasztalásokhoz hozzájutni. A Mahayana a buddhizmus az ürességből indít. Feltételezi, hogy már megtapasztaltad, mi az, ami nem jön, nem megy. És azt mondja, hogy ha elvágsz minden gondolatot, akkor eltűnik az én. Nincs én és te, nincs én és más. Csak az van, hogy a tudat tiszta lesz, mint a tükör, tiszta lesz, mint a tér. És csak azt mutatja a tükör mindig, ami éppen előtte megjelenik. Nem kapaszkodik bele, nem ragaszkodik hozzá, csak megjelenés és eltűnés. A zen buddhizmus pedig a nyílegyenes ösvény, ami közvetlenül rámutat arra, ami van. Mit látsz most? Mit hallasz most? Mit gondolsz most? Ez a pillanat tisztasága. Csak ha a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. Ha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmi nem tiszta. Ha megtapasztaltad, ha eljutottál oda, ahova nincs út, nem lehet rajta lábbal járni. Csak ezekkel az eszközökkel, amit itt a templomban megkaptatok. Meditációval, mantrázással, leborulással. Sajátos technika. Hogyha elhatároztad, hogy eléred a pillanat tisztaságát, akkor ezeket az eszközöket kell használnod minden pillanatban. Nem csak itt és most a templomban, nem csak mikor a templomból kimész egy kicsit, majd még odahaza is, aztán pedig elfelejted, hanem folyamatosan, megállás nélkül. Ez olyan, mint amikor az ember eldönti, hogy elmegy Velencébe. Innen, a Pilisből összebatyúzik, és elmegy Velencébe. Gyalog. Egyedül. És fölveszi a kis hátizsákját, és akkor megy, és akkor húzza a hátizsák a hátát, nincs, akihez szóljon egy szót, bakancs szét zúzza a lábát, és egy idő után azt mondja, hogy elég lesz nekem makó is, mi a fenének menjek Velencébe. És akkor megáll makón. És aztán vagy ott tölti az életét, mert talál ott valami nagyszerűt, egy párt, vagy munkalehetőséget, vagy bármit, ami eltereli a gondolatait arról, hogy ő gyakorlatilag Velencébe szeretett volna jutni. Vagy pedig eltölt egy kis időt makon, és azt mondja, hogy újra fölveszem a hátizsákot, újra elindulok, és én igazándiból Velencébe akartam menni. És higgyétek el, hogy mindannyian, akik itt ültök ebben a teremben, azért ültök itt, mert előbb-utóbb oda fogtok jutni. Az, hogy hány körön keresztül álltok meg, az, hogy hány megállót tartotok, valójában nem számít. Az számít, hogy most itt vagytok ebben a teremben, az számít, hogy meghallgatjátok a tanítást, és az számít, hogy ez a mag, ez már el van ülve bennetek. Hogy elérjétek a pillanatot, hogy minden tiszta lehessen, és hogyha minden tiszta, akkor helyesen látod a dolgodat,
helyesen látod a másikat, helyesen teremtesz kapcsolatot, helyesen végzed a feladatodat, és akkor segíteni tudsz magadon is, és másokon is. Ez a zen. Köszönöm szépen!